Bocsi, szevasztok, üdvözlök mindenkit, én Lenzsér Oliver vagyok, ez pedig a Szerinted legújabb epizódja. Tudjátok, a hely, ahol összegyűlik az internet legjava. A mai epizód egy kuriózum lesz, hogyha mondhatom így, egy kulináris kaland, de hogy kikkel fog ez majd lefolyni, azt mindjárt meglátjátok. Mai epizódunk vendégei Baumgartner Kata és Terminátor, illetve Dancsó Péter. Csáó, Csumika. Mi ez a szempont? Ezek neked? Gasztronómia mennyire áll, mérhetetlenül távol tőletek, csak hogy segítse a mai játékotokat. Te megfordítottad a kérdést. Ugye? Vártál volna valamit. Szeretünk enni. Inkább arra gondolok tényleg, hogy ennek a történelmisége... Az nem érdekel, csak ezt... Az nem fontos. Tényleg nem érdekel, csak legyen jó az íze. Bízom benne, hogy feküdni fog nekem ez a feladat. Éppen kivel kokettál vagy itt? Hogy ezeket így engedjük el az egész epizód folyamán. Ha felveszed, akkor ezen a csatornán most már külön rajongó táborunk. Szoktatok egyébként kipróbálni különböző konyhákat? Tehát jártok étterembe? Igen, nagymamám, még anyukám, még konyhájában is szoktunk, igen. Járunk, vagyis mi járunk. A mai játékunknak a neve nem lesz más, mint hogy honnan származik az étel. Ki kell majd találni azoknak az étel költeményeknek az eredetét, amelyeket majd fogtok kóstolni, meg lehet nézni, meg lehet ízlelni, körbe lehet picit tekinteni, hogyha ez segít, és azt kell majd megmondani, hogy hol fogyasztották először. Öt fogást fogunk nektek felszolgálni. Öt. Nagyon fontos, hogy egymás ellen versenytek most ezúttal, és ki kell majd találni, hogy ezek a fogások honnan származnak. Készen álltok-e a kulináris kalandunkra? Jöhetnek a sztékek. Ilyesek vagyunk nagyon úgy, hogy jöjjön. A sztékek. Milyen kis pitek. Úgy nyújtsz! Jó van, már rögtön rámadtam. Kicsit beorpasztítod? Szerintem ez egy spagetti. Ezt meg lehet... Ezt a huszket dugoltott a végén, és akkor meg lehet enni. De ide... Hát ez szépen elvált. Látod, ennyire omlós. De itt nézd! Ennyire kiváló a kogyhatudomány. Túl egyszerű lenne, ha azt írnád, hogy francia, de lehet, hogy pont ez a csavar benne, Gergő. Mondom neked, lerázom a morzsákat róla, bocsánat. Hol van benne valami? Ez egy, hát nem, az üres. Na, nem ez, a, ez az egyszerű, ez az ódjövő. Ja, ez nem töltenék? Nem. Mondta senki, azt hogy hittem, sajtos vagy nem. Hasonló. Csak így szétfolyik, vagy valami. Ez az original. Jó, egyikünk vállalja be, vagy felírja, hogy francia. Ennek Franciaországhoz kötjük. Fehér kenyeret is elcímmel magába. Viszont az, hogy honnan származik, tehát lehet, hogy valamelyik francia gyarmatról származik. Én felírom, hogy francia. Ó, én akartam felírni. Valami nagyon csöves gyarmatról, ahol még csoki sem volt. Írd föl, én meg majd felírok valami hülyeséget. Jó. Belgium, ilyen is játszhat. Játszhatna. Az is jó. Csavarkereső. Belga, csoki, és akkor csokival töltötték, nem? Hát akkor már na. De ez mezitlábas. Azt mondja, francia és olasz. Olasz, az hogy sikerült? Nem, mert túl egyszerű lett volna, hogyha simán csak francia. Na de ha nem francia. Nincs benne csigá. Szép kérdés. Lehet, hogy van benne csigá. Azért nyálkás. Sajnos egyik válasz sem jó. És azt mondod, hogy Kanada. A legtöbben tényleg azt hiszik, hogy Franciaországból. De közben olasz. Származik. De az Olaszországot teljes mértékben elkerüli szimplán, vagy szintén a származás. Mit érsz oda most jelenleg? Semmit. Mert hogy igazából Ausztriából származik ez a mennyei étel. Tudtad mi? Autentikusan egyébként úgy mondják, hogy kifes vagy. Sem tudod, mindig kicsit agresszívan kell mondani a német eredetű szavakat. Eszünk egy kis kifes, az meg! Minek hozó? Mert a következő? Mert. Oké, hát akkor ez eddig sajnos nulla. Garson? Be is ugrott valami. Mi? Nem mondom meg! Mit láttok? Mit szagloltok? Igen, Hajdú Péterrel kéne lenni. Ez egy french fries, ez pedig egy wurst. Wurst? Amúgy szerintem ilyen német. Frankfurti virsli? Frankfurt? Frankfurti virsli? Én nem ezt mondtam, hogy igen, csak hogy ezt látod, ezt konstatáltam. Sőt, és ez, nekem ez az OG klasszikus német étel. Na így most már mindjárt világosabban látok. Hogy ízlik, anyukám? De tényleg egyébként? Vagy nem eztek ilyeneket? Mert ez is kicsit sem... még beszem a mikróba. Ezt akartam mondani, hogy az élményen egy kicsit... Hát, hogy ez már állt itt egy órán. Te ide jött elbédelni, vagy mi? Takó az a becsapós, hogy ez most Németországból származik el. Én felírom, hogy német. Szerintem a krumpli miatt nem német.
nők nem esznek krumplit. De figyelj, de várj, de ez nagyon nehéz is, hogy most, most az előbb a croissant is csejben hagyott, és kiderült, hogy ez a mi croissantnak hívják. Frankfurti, és neki igazából nem is frankfurti a neve. De, de most, ha én a krumpliból indulok ki, ez német, de a krumpli az, az nem német. Én kitartok, de Frankfurt vényesnék csak Frankfurt. Tehát csak, ha egy... Ez olyan, vagy... mint a Kölniről kiderül, nem is Kölnből származik, nem? Ez olyan. Ezt nem onnan származik, nem? Vagy onnan származik? De hát a Kölni az onnan, persze, azért Kölni. És jöjjenek a válaszok, tehát Belgium vagy Németország? Ez itt a nagy kérdés. Az. A krumpli az belga. GB és Nagy-Britannia szintén kiírva. Először azt mondom el, hogy mi a neve igazából. Na. Talán kitaláljátok utána, hogy honnan származik. Na. Curry Wurst és Németország származik. Ez az. Németországból származik, annyira kedvelik egyébként, hogy saját múzeuma is van. Nem romlanak meg a kaják? Ki vannak, akkor azt nem romlik meg? Nyilván ennek a történelmisége van benne, hogy ezt hogy találták, kaja milyen múzeum. Verziói voltak. Ideje megindunk itt a paprikát csirke múzeumot, én azt hiszem. Gulyás és paprika csirke. Gulyást azt rúgulsz. Jó, az jó. Lehetne simán az egy vajas kenyér is nemzeti étel, gondol, de az. Nekünk ez jutott. Na. Ubóka saláta. Uvóka. Ilyet csinált nekem drága feleségem a múltkor vacsorára. Szaláta. Frissányás? Nekem a caciki jut eszembe, hogy? Ami meg egy ógyéli rögétel. Uborkasali. Na várj akkor. Igen, tudod? Igen. Magyarul lehet így hívni, de azért ennek egy, tényleg egy másik válfaja. Akkor ez valami ez, ez a vágás forma, mert az uborkasalát ez nem így. Köred? Sima köred, Gergő. De nem az a kérdés, hanem hogy köred? Ki az, aki nemzeti ételnek tartja a köretet? Julián revágott forma, ez a cacikinek a formája, és én most nem hagyom magam bevezetni a málnázba, hogyha rá is van a táblára, hogy gondolok. Tudod te, ott van a szíved mélyén a válasz, Gergő, ott benn. Gondolkod, amúgy ne gondolkozz, valamit írjál fel, most te írjál hülyeséget. Innentől fogva az, hogy ki milyen gyarmat és milyen Garag. Nem érdekel. Anglia. A híres ez angol uborka saláta. Nem, föl, ezt az Antarktiszon eszik. Görög és görög mind a kettőtöké, ez pedig egy Csacik. Orosz. Igen. Így görög van, caciki. Görögország. Származása egészen görög. Jaj, de jó! Országon nyúlik vissza. Volna sem. És a helyes válasz az nem más, mint a görög. Igen, valóban a caciki egészen Görögországig nyúlik vissza. Ezt a pontot most a drága feleségemnek ajánlom fel, mert nélküle nem tudtam volna. Az enyém nem csinált nekem tejfölös uborkasalátát. És én ezt vacsorára kaptam, ez. Hát látod? Az enyém hús csinál. Jó, Istenem, nem kellett volna még hozzá egy kis hús. Szerintem egyébként itthon a grillezésnél egy picit másképp szoktuk, hogy az éttermekbe készíteni. No, hát jöhet a következő étek. Ételünk, hát így van, egy fagylalt, egy ez nem jeges, hideg édesség, hogy kicsit lehűtsük a kedélyeket. Hát ott nézd, mint hogyha lenne benne még, de ez tényleg se simán fagyi. Mert mit hittél ezt most szeretnéd? Nem, azt hittem, hogy ez ilyen tiramisus, tudod, hogy ilyen piskóta, mert ezt ilyen piskótásnak néztem, de nem, az tényleg csak fagyi. Magyaros. Vagy magyaros? Mm-hmm. Egyik ötös sem magyaró allergiás, igaz? Magyaros fagyi. Az jó. Mondom, allergiás vagyok a magyarul, de nem baj. Bedugod. Úgyhogy illetve ebből többet nem fogyasztok. Jánosi Gergő volt, nincs! A cacikinél azt éreztem, hogy az olyan egyértelműen Görögország, viszont itt a fagynál van benne egy kis kérdés. Mire gondoltok? Mi az első blikka, mire gondoltok? Olasz. Olasz. Gelato. Gelato. Így. Na ez a gond, Gergő. Ugyanez, akkor nem olasz. Ugyanez, mint a croissant-nal. Így van. És mi van, ez egy tiramisu? Egy tiramisu. Most már lassan egyébként úgy néz ki, amióta ezegetitek, mint egy tiramisu, picit összeplöttyettünk, no, de tényleg kanyarodjunk oda, hogy ország, tehát hogy először. Hát az olasz, szerintem is akkor. Most akkor eldugom előre, jó? Nem osztod meg, Dávid, de nagyon cseles. Szóval a kompetitív belsőzünk megjött. Megvan. Nekem ötletem sincs. Én ezt most így valamit súgjál. Ne. Esküszöm, valamiért csalogat ez a francia. Franciaország. Úgy ennék belőle. Amúgy nagyon finom, én még magyarul. Enni is fogok. Mit tudom nyugodtan én, ilyen. Akkor legyen? Nyugodtan egyébként. Forduljanak azok a táblák, jöjjenek a válaszok.
Olaszország, Olaszország mind a kettőtök szerint. Kína, Olaszország. Na vajon melyik lehet az? Kína, ezt tudom. Kína? Valóban Kína jó válasz, de honnan tudtad? Kíváncsi vagyok rá, aztán elmondom én, mit tudom. Hát játszott egy csomót a Silk Road nevű játékkal. De nem is volt előtte fagyi Európában, csak az Kínából jött az is. Először ott volt, igen. Egyébként már több mint talán 5000 éves. De hogy lett belőle ilyen olasz? És azt is tudok, például kérdez és válaszolok. Valószínűleg egyiptomi közvetítéssel érkezett át a földközi tengeren. Hát ott, mint én a játékban elvittem. De nem olvak meg Egyiptomból, nagyon meleg van. Újra lefagyasztották. Amúgy ez tényleg nagyon finom fagyi. Hát sajnos. Majd elkérem, jó? Jó, oké. Kínaiból van. Ó, mit látunk? De ez nem Kína lesz, ez biztos. Ezt tudti, előttük a Kínát az előtt. Igen, az előtt. Innent már nem hiszünk, nem hiszünk. Enyém lesz talán a havai utazás. Jó tudni, hogy minden jobb lesz. Nagy bölcseletek. Hogyha nem raktad volna be az előbb a kínai fagyit, a híres neves kínai fagyit, akkor simán beugrottunk volna. Uh-huh. Akkor ez lesz az olasz. Olasz? Hogyha a fagyi kínai volt, akkor ez olasz. Most elő kell szedni a fiókból a kritikus gondolkodás. De lehet, hogy az a beugratás, hogy kétszer ugyanaz a válasz. Lehet, ez Olaszországban jön. Én tudom, honnan van. Ne írjátok fel a megfejtéseket. Lehet. És mi van, hogyha ez Franciaországban származik? És mi van, hogyha Kuala Lumpurból? Fordíthatjátok? Mi az Isten? USA. Amerika. És Vietnám. Francais. És francia szintén. Valóban USA-ból származik. De nem létezik, hogy a szerencse süti, az tényleg amerikai talán. Ezt a torta királytól tanultam. Szóval jól számolom, hogy mindketten egy ponttal zártuk most ezt. Elképesztően jól számolsz, Kata. Matek az erősség. Így van, ez most nem olyan feladat volt, tehát a legközelebb ilyet kéne hozni. Egy kínai bevándorló, David Huang, vagy David Hungtól származik, hogyha jól mondom. Egyébként ő találta fel ezt a szerencsésítet, és ott kezdte el osztogatni egyébként a szegényeknek, a rászorulóknak, és így próbált igazából jó tanácsokat, kedveskedést, vagy valamilyen életbölcselletet közvetíteni. A végeredmény 1-1, tehát egál lett, úgyhogy most itt nem járt senki igazából. Döntetlen lett, 2-2 pontot szereztetek. Szép Dávid, volt. Mint csak Gergő. Megbeszéltük. Ez így volt eltervezve az elejétől kezdve, csak megvezettünk mindenkit. De nem is nyerhetett volna, mert mindig ugyanazt a választottuk, nem? Igen, mondjuk nehéz egymással játszani, de ti tudjátok, most ezt igazából. A taktikát, ezt ti választottátok, hogy gyakorlatilag mutogatjuk egymásnak, de hát ezt meg kell beszélni valaki, hát ilyen sorsdöntő, igen, sorsdöntő kérdésében muszáj másik véleményt kikérni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, szerintem szuper kis játék volt. Nektek is nagyon szépen köszönöm, hogy végigcsekkoltátok ezt az epizódot, ez volt a Szerinted legújabb része. Én Lenzsér Oliver voltam, tudjátok, így gyűlik össze az internet legjava. Mindenféleképpen írjátok meg kommentben, hogy kiket látnátok még szívesen, milyen játékokat hozzunk nektek. Iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt, lájkoljátok ezt a videót. Az, hogy szerintem mi az érdekes, az senkit nem érdekel. A lényeg az, hogy szerinted...